Köszönöm a délben TV néző, itt egy Petsz István vagyok, és egy diákkal van lehetőségem, ha jól tudom beszélgetni. Én tanárhallgató vagyok, tanárszakos hallgató, szóval... Melyik egyetemen? Az ELTÉ. Az ELTÉ. Hanyadikos vagy? Most vagyok másodéves. Milyen szakon? Matematika és angol. Matematika. Miért jöttél ma ki erre a tüntetésre? Hát természetesen azért, amit a többiek is, hogy szolidaritásomat fejezem ki a leendő, illetve a mostani tanárokért, főleg a bölcse is. Hányadik alkalommal vagy itt? Második. Ja, miért kérdezem, hogy ez egy sorozatnak egy állomása. Mit gondolsz, igazából onnan kellene kezdenünk, hogy mivel vagy elégedetlen? Mivel nem? Ez egy könnyebb kérdés volt. Mivel nem? Például a bérrendszerünkben nem vagyok elégedett az, hogy nyilván 27-28 a vegyünk kezükbe a sorsunkat. Nyilván most a tanárokról, a diákokról szól sokkal több szó, mint máskor, mert ők állnak a profonalba, a szabadságért. Ők vannak most a legnagyobb nyomás alatt. Mindenki a saját gyerekéért, unokájáért, nyitva van a saját szülő, a nagyszülőért. Mert ennek a szabadságért akkor van letéteményese, hogy van a szabad iskola. Hát halljátok, amit mondom. A szabadság az egy tudás. Ha nem, nincs tudás az emberek fejében, akkor nem lesznek bátrak. Nem tudják, hogy mit jelent. Nem tudják képviselni saját magukat se. Nem tudják képviselni az országukat se. A településüket se, a családjukat se. Azért vagyunk itt, hogy ezt megtanuljuk. Miért éppen most, miért nem két éve, miért nem öt éve? Tehát miért pont most van ez az ekkora létszámmal utcára vonulnak itt Budapesten a Műegyetemnél? Most pedig ügyünk el egyetemre. Ez nekem már a 20. 30. tüntetésem az elmúlt 12 évben. Fogadjátok nagy tapsal! A hagyománya van a nagy tüntetéseknek. Október 23-án, március 15-én a szívünkben van, a DNS-ünkben van. A reflexe annak, hogy ünnepelni kell. Most nagyon sok minden van az emberek előtt. Nagyon nagy a nyomás, nagyon nagy a válság, sokszoros válságban. Ekkora nem volt, nagyon régen. Az emberek sokszor mondták el, hogy elmentek a falig. Hát most valóban egy olyan néhány hónap vár az országra, amire utoljára talán az 50-es években volt. Nem biztos, hogy lesz világításunk, nem biztos, hogy lesz műtésünk, nem biztos, hogy bármit ér a forintunk, nem biztos, hogy lesz gázunk, és biztos, hogy nem lesz szabadságunk, hogyha nem fogunk össze, azért vagyunk itt. Takarodjon ez a kormány, tudok én csúnyában is beszélni, de nem akarok, mert ugye tanár vagyok, eredetileg pálya elhagyó, akkor tanítok, ha megengedhetem magamnak, ugye négy gyerekemet eltartsam, tehát amikor van megtakarításom más munkában,
akkor még ingyen tanítok. Ezt fogom tenni a jövőben is. Mi lehet egy reális elvárásotok a mai megmozdulással kapcsolatban? Köszönjük a figyelmet. Én nagyon büszke vagyok a fiatalokra, saját 4 gyerekemből is itt van 3, egy meg Dresdába tüntet, úgyhogy a fiatalokban látszik, hogy az időt nem csak Facebookozással töltik az iskolába, hanem megtanulták azt, hogy ki kell állni a tanáraikért is és magukért is. Én azt gondolom, hogy ez a kezdet kezdete a szabadságnak és a vég kezdete a rezsimnek. Ezért vagyunk itt.